Jó napot, jó nagyot, jó, jó nagyot, nagy igen, István Dániel vagyok, érdemes lesz meghallgatni a mai videómnak az első pár percét. A többit is érdemes általában meghallgatni, de ez nagyon érdekes lesz, szóval. Öm, elmentem, meghívtak egy helyre, fölhívott az illető, hogy menjek el és tartsak egy előadást. Öm, Persze ez ingyen is bérmentre szokott általában történni, egyetlen egy sem tévében, sem pedig előadásra, amire megyek, nem kérek érte pénzt. Illetve nem azt, hogy nem kérek érte, hogy felsajjáját nem is fizetnek érte, amivel nincsen problémám, saját szabadidőből megyek el, azért csinálom, hogy ti lássatok már évek óta, és hát elmentem tartani egy előadást. Na most ezen az előadáson ez nem a tévében történt meg, ez egy privát előadás volt, meghívják az embereket, ott adnak nekik ételt, itat, 4000 forintért, és kiderült, hogy benzinpénz szednek a, az előadóknak benzinpénz szednek. Majd persze mi erről nem tudunk, legalábbis én erről nem tudok. Majd odamentem mentem, és egy pár ember csak én miattam jött el erről az előadásra, kitettem a Facebookomra is különben, és akkor, és akkor pár nappal az előadás után, hiszen az illető hívott föl, aki mondta, hogy csináljak ott előadást, ő is csinál videókat, a videó bele szokta tenni az információmat, amit neked én közlök. Persze jó nagyon a nézettsége. Na most a YouTube nekem nem fizet semmit, tehát én ingyen is bérvendet csinálom. Itt, csoroskodom csóroskodom össze, a, próbálom össze és égetem le magam, hogy adjuk össze ezt a, ezt a 201 dollárt havont, amit én elköltök erre. Most már évek, évek, évek óta havont ennyit költök el arra, hogy ez a YouTube adó életben maradjon, és ezt rendszeresen meg is kapom, az emberek a fejemhez vágják, hogy én pénzt kéregetek, nem ebből élek, nem ez a munkám. Én csak és kizárólag azért csinálom, hogy ti ezt jobban lássátok, csak most már nem szeretném berakni ezeket a pénzeket. És meghívnak egy ilyen előadásra, Soroksári -sár, Sorok út, ugyebár, meghívnak az előadásra, majd, majd nem az, hogy nem fizetnek semmit értem, mert nincsen semmi problémám, mondom, én így, így, így csinálom, nagyon jó lesz a sztorinak a vége, hallgassátok végig hanem, hanem még benzinpénzt adnak össze az emberek, hogy mi előadók esetleg elmenjünk és megcsináljuk az előadást a saját pénzünkből, időnkből, energiákból, meg amit még a Youtube-on meg itt ott fizetünk különböző, különböző adóknak. Emberek oda mennek, könyveket írnak alá, adják el 14-15 ezer forintért, én ilyeneket nem csinálok. És akkor utána fölhívod ismerősöm, aki azért ment oda, hogy megnézze engem, hogy hát ne haragudj, csak ennyit tudtam adni a benzipénzbe, mondom, milyen benzipénzbe. Alatt legyelték a benzipénzt is, kiratták a videót, 11 ezer vagy 12 ezer megtekintése volt egy nap alatt, Legyújták a benzipénzt, nem csak, a, nem csak ezt gondolom többen összeadtak. Egy igazi pofátlanság, egy igazi pofátlanság, soha a büdös életben nem fogok oda menni. Sőt, mi több, valószínűleg tartom, hogy ezt más videóimban is direkt el fogom mondani, és meg fogom nézni, hogy mennyire legális az, hogyha bemondom az illetőnek a nevét, meg a helyszínnek a nevét, mert hogyha legális, akkor be fogom mondani, mert ez egy óriási átverés. Na, és akkor jön a következő. Ugyebár egy pár éveim már hangoztatom, hogy miről van szó, nagyon jó, mondom, hallgass végre, nagyon jó, ezzel kell kezdeni a videót, mert ez nagyon jó, csak hogy lássátok, hogy miről van szó. Beszéltem arról, hogy, és akkor itt azért jegyzem meg, hogy Köszöntöm az újságírókat is, akinek a munkáját elvégzem, és nézik az adómat. Nyugodtan megveregethetik a saját vállukat, hogy mennyire írdatlan okossak, hogy ők fizetést kapnak a semmiért, megnézik a videómat, és ezt beleteszik a videóikba. Tényleg különben segíts magadon is, te is megsegít, majd a másik hülye megcsinálja a munkát, ingyen és bérmentve, idézőjelben hazaszeretetből, vagy éppenséggel abból, hogy téged ne nézzenek hülyének. Most már ides tizen valahány éve. Na, második, nem a spöttléről beszélek, a spötlét nagyon szeretem, bemegyek hozzá, nagyon jó. Ő, ő, tehát azok az emberek, akik voltak katonák, Vukics Ferenc, Spötle, meg még egy-két ember, azok igazából tudják, hogy miről beszélek, azok tudják, hogy miről van szó, utána is néznek a dolgoknak, és még van ez a elnézés, nem tudom kimondani a nevét, egy, egy új ember a háború Ukrajnában, ilyen vöröses hajú, nagyon jó vicceket mond, amikor nagyon jó, nagyon jó vicceket, nagyon jó viccesen beszél, amikor benne van a háború Na, ő is még ért hozzá. Tehát így egy kezem meg tudom számolni, hogy ki ért hozzá. Persze vannak olyan emberek, akik a múlt, múltból mondják el a dolgokat, ők is értenek hozzá, csak a mai világban nem minden a logikán alapszik, és akik ugyebár ilyen szakértők, vagy olyan szakértők, azok elmondják, hogy mi volt a múltban, most már, Jön, rájön, rájönnek arra, hogy mi van a jelenben, és az Amerika Egyesült Államok belpolitikáját most már azáltal, hogy nagyon sokan mondják nekik, azáltal most már kezdik felfedezni. Na, és akkor most figyelj, tehát mondom, Vukics Ferencet nagyon szerettem, Spötlét nagyon szerettem, azok az emberek, akik, akik katonailag benne vannak. Amikor én elkezdtem ezt az adót, ugye bár még nem volt semmi, tehát se háborúkra, semmi az ég egy a világon, az ukrán háború első napján Kaliforniából csináltam egy videót, elmondtam, hogy ez nem az ukránokról szól, amikor én mindenki vagy a legtöbb ember az ukrán zászlókat lengette, meg kicserélte ö, ö, Facebook, Facebook képét Ukránra. Na most ezek az emberek nem annyira büszkék, büszkék rá. Meg elmondtam, hogy a Black Lives Matter, meg a többi az azért van négy évente, mert a választások előtt ez, ez van. Emiatt is hülyének néztek. Elmondtam, hogy szerintem a koronavírus az egy ö, 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 választás beleszólásába történő cselekmény, erre is hülyének néztek. Na, és akkor szépen lassan derülnek ki a dolgok. Na most figyelj! Behívnak egy tévéműsorba, ez már nem a soroksári út, ez teljesen más. Behívnak egy tévéműsorba, felvesznek egy egyórás adást velem. Nagyon jó. Felvesznek egy egyórás adást velem. Mindenbe belekérdeznek, mindent elmondok. Ezek után nem adják le az adást. Majd de lehet, hogy véletlen és biztos lehet, hogy véletlen legyen ez. Csak elmondom, hogy hogy, hogy, hogy hogy mivel kell az embernek ilyenkor számolnia, hogyha ilyeneket csinál. Majd utána elmegyek egy. Mert szoktam járni, elmentem egy ilyen Mandiner, bocsánat, csak az ölerje előtt. Elmentem egy ilyen egy barátommal, most inkább nem mondom a nevét, mert ez egy negatív videó eléggé szerintem, de majd elmondok a politikát is. Csak ezt tudjátok, tehát érezzétek át, hogy, 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 hogy miről beszél az ember elmentem egy ilyen Mandiner nevezeti összejövetelre. Hát az, hogy az előadók azok könyveket írnak, teljesen hülyeséget beszéltek, elnézést. Akkor a baromságot beszéltek, hogy hihetetlen ott álltunk ketten, mire nem mondom a sászak, a nevét kivel mentem el, álltunk ketten, néztük, hallgattuk, a 80% a baromságot, a 80%-a. Hűítenek titeket, tehát olyan szinten hűítenek titeket, a 4 a Telex, a, a, a a Mandiner, a elképesztő mennyiségű hírforrás, és azok a hírforrások, akik már jönnek rá arra, hogy te várjál már, ez a barobarcú idióta a Youtube-on valami izé, István Dániel, az tíz éve csinál videókat, és várj, ez ott él, és ez, 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 lehet, hogy igazat mond akkor. Csináltam ugye már a videókat, hogy szétlopják a volmártot, se nem vitték el az emberek, beraktak a nem tudom milyen rádióba, hogy te ez a hülye gyerek itt nézd meg, szerinted videókat csinálgat, azért, hogy híresebb legyen, meg ilyesmi, azt három év múlva kiderült, hogy igazan volt. Sőt, mitől nem, hogy igazan volt, hanem még vissza is keresték a videót, és még mondták is, hogy te ez a csávó, ezt mondta. Na, tehát behívtak egy tévéadásba, felvették a tévéadást, nem adták le, nem adták le. Mindent, amit elmondtam, azt levették az információt, megcsinálták a saját adásukat, én nélkülem, és figyelj, elmentem egy ilyen mandineres estre, teljesen hülyeséget beszéltek az emberek, majd utána a végén feltettem egy kérdést, azt a kérdést tettem föl, hogy miért nem reklámozza Magyarországon a média azt, hogy az USA-ban levő káoszok az négy évente vannak a választások előtt. Hallod? Úgy néztek rám, így néztek. Mi van? Azt se tudták, azt sem... És akkor így elkezdtek, így lát, a fejből, fogas kerekek, az elkezdenek gondolkodni. És akkor, na ugyanez az ember, akinek feltettem a kérdést, másnap, bár itt még a kérdésnél, azt mondta, ó, hát én nem gondolom, hogy ez így van, pontosan nem tudom, hogy próbálta teljesen, olyan messze voltak, az mert nézett a pali, mint hal a azt se tudta, hogy melyik csapatban játszik, és ez egy hozzáértő ember, aki könyveket ír, és aláírja a könyveket is az emberek, eszik a baromságot, 14 ezer forintért veszik meg a könyveket, a hülyeséget, a baromságot, és ezt reklámozzák. Na, Ö, bocsánat, szoktam azt mondani, hogy tényleg sokan vagyunk a Földön, ez egy kicsit szemétség volt, de most már kibukik belőlem. Én ezért a youtube nem csinálok pénzt. Én ebből nem csinálok semmit. Én csak azt akarom, hogy az általam befektetett pénz, az a 201 néhány dollár, amit havonta befektetek, az visszajöjjön. De annyira profik ezek, a, ezek az újságírók Magyarországon, meg annyira profik ezek, a, ezek az emberek, mondom, tisztelet a kivételnek. Tényleg, mondom, aki volt katona, azokon lehet látni, hogy mondják, hogy mi van, és nagyon jól adják elő. Meg bár a háború ukrajnában ez az új új ember, akinek nem tudom kimondani a nevét egyszerűen, ő, ő, ő ilyen ő, orosz országi szakértő. Na de ezen kívül az emberek órákat beszélnek a semmiről, könyveket írnak, mindenki hallgatja, nézi, mindenki van a szemekkel, a baromságot, és utána megvásárolják a könyvet, és ezek az emberek elmennek is 400 dollárért, meg 400 euróért, meg 500 euróért csinálnak előadást mindenki persze ebből éljen, persze nincs ezzel baj, csak amikor nem ért hozzá, megkérdezem tőle, tök hülyeséget mond végig, másnap ez az ember bemegy a tévébe, és a haverom elküldi azt, hogy figyelj ide, hát ezt te mondtad tegnap este, hát ez volt a kérdésed felé. És ugyanazt, amit én elmondok neki, amiről fingja nem volt hallod, nézed az meg a csávó, komolyan, mint golyafos a levegőben, pörgés közben, bemegy a tévébe, és elmondja azt, amit én elmondtam neki tegnap, és azt se tudta, hogy mi van. Na, profint csinálják a magyar újságírók, mert meg kell nyitni a István Dáriállat az egyik adóját, meg kell nézni, hogy visszamenőlegesen mennyit mondott, és mondom, nekem van egy izé, egy, egy iPhone-om, most már van egy mikrofonom, mert befektettem fél év után, mert szóltatok, hogy izé fektessek be, befektettem, 70 dollárokat tudunk össze gyűjteni, meg 80 dollárokat tudunk összegyűjteni havonta. Nekem mint 200-valamennyiben van, 300 dollárban van ez az adó havonta. Felrakok egy videót, 7-8 megnézik, közöttük gondolom van 10 darab magyarországi újságíró, és ők megcsinálják a videójukat, meg megírják az újságokba, úgy, hogy nem kell semmit, egy dekát nem kell menni előre, meg van valaki, aki megcsinálja. Na, szóval, és utána hogy menjek el előadást tartani, ahol még a benzinpénzemet is lenyúlják. Óriási, de ezt el akartam mondani, elnézés nektek, tényleg, csak hogy tudjátok, hogy hogy, 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 hogy hogy, működnek ezek a dolgok. És amikor ti már elkezdtétek nézni a videóimat, és még ezek az újságírók nem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal több eszetek van, mint az újságíróknak. Soknak. Nem az összesnek, soknak. Mert nyitott szemmel jártok a világban, és ahhoz képest, hogy nektek nem ez a munkátok, ahhoz képest nem nyaljátok be a baromságot, hanem utána mentek és megpróbáltak alternatív adokból esetleg információt nyerni. Na, Amennyiben, és most én nem, nem, nem könyörgök, nem érdekel engem ez tovább, csak annyit mondok, hogy én nagyon szívesen csinálom ezt tovább a saját energiából, ö, 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 időmből, de én nem rakom össze ebbe a Youtube-ra a, 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 a pénzt. Ö, szerintem havi 2000 forintot, 2000 forint, vagy 1000 forint, de nem de nehogy ne, ne az lenne, mert, mert megint majd a Facebookomra lesz írva, hogy én, ö, ö, én pénzt kérek a a hülyeségemére ez volt kiírva tegnap a Facebookomra. Nekem ezzel tele van a tököm. Szóval, amennyiben össze tudjuk rakni ezt a pénzt, akkor fog működni ez az adó. Amennyiben nem tudjuk összerakni a pénzt, akkor nem fog működni az adó. Tehát a, a, a PayPal-on is be lehet állítani, meg a Revoluton is be lehet állítani, hogy a, az emberek azok tudjanak küldeni. Akinek sincsen PayPal-ja vagy Revolutja, azt tud nekem írni egy üzenetet, és akkor megmondja, hogy fú, figyelj, ide én szeretnék küldeni, most tök mindegy, mondok egy számot, 5000 forintot. Vagy vagy találkozzunk, és szeretnék neked adni 8000 forintot, csak azért, hogy az adó életben maradjon. Nem ebből élek. Tehát, nem kell nekem sem a te pénzed, sem másnak a pénzed, nem kell. Sőt, mi több. Hogyha vannak ilyen jó YouTube adók, akik ezt megcsinálják helyettem, az a legjobb, mert akkor nekem nem kéne sem időt, sem energiát, sem pénzt elköltenem erre, nem kéne elmennem a soroksári útra, csinálnom minden előadást, ahol még meg is várogoztatnak egy órát, mert hogy egy Mindegy, megvárokoztatnak egy órát, majd még a benzinpénzemet is lenyújják, úgy, hogy kiteszik a Youtube-ra videót, és 11 ezerre megnézik másfél nap alatt. Na, az ilyen átbaszó emberekkel van teli a tököm, és utána fogok nézni, és hogy mennyire legális, és, de különben aki utána néz ennek, az egyből fogja tudni, hogy kiről van szó. És... Igen, is bele fogom rakni a videómba az embernek a nevét és a helyszínt, sőt, mi több, ö, meg is fogom osztani, és talán lehet, hogy minden videómba bele fogom tenni, mert telegen van abból, hogy az embereket hülyének nézik és átverik, és az olyan embereket, akik meg szíven, lélekkel próbálnak dolgokat csinálni, meg elmagyarázni, hogy mi miért történik, meg elmondani azt, hogy 2008 óta mi miért történik, és 2012-től csinálják a videókat, ö, azok az emberek azért kicsikét ö, Nagyobb elismerést ö, ö, érdemelnének. Jó, kicsit lelkizős lett az első 14 perc, és ö, tudod mit? Nem. Ezt a videót így fogom föl, hogy nem fog belerakni politikát, és ö, köszönöm szépen az újságíróknak, és köszönöm szépen a, a, azoknak az embereknek, akik ö, megerősítettek ismételten abban a tudatban, hogy vannak a világon még szemétlába emberek. És akkor most politika elsírtuk a problémánkat, illetve elsírtuk azt, hogy <laughs> megint néznek hiteket. Jó, tehát Donald Trump, láthatjuk, hogy a, 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 a bíróság után, és után és láthatjuk, hogy ez egy, ez egy politikai vicshant, tehát, hogy a, a, a bíróság után emberekkel elmegy beszélgetni, még utána a négy nap, négy nap bíróság után nem megy el golfozni, meg nem megy el nyaralni, meg nem megy el ö, ö, kikapcsolódni, hanem elmegy és az amerikai emberekkel beszél, és még mindig kampányol, elmegy sportrendezvényekre. Joe Bidenék, A.K. Obama, Hillary, Soros, Deep State, ezt az Amerikai Egyesült Államok választását legális módon nem tudja megnyerni. Ezt írásba adom. Na, az, hogy el lesz -e csalva, vagy nem lesz -e csalva, azt nem tudom. De az, hogy egy Joe Bidennek arra nincsen ereje, hogy letaláljon a színpadról, Donald Trump, meg még a négy napos bíróság után ami teljesen felesleges és teljesen szemétládaság, ezután még elmegy és, és kampányol, lehet látni, hogy mennyi ereje van ennek az embernek. Lehet látni, és akkor van még egy dolog. Lehet látni, hogy, és figyelj, most figyelj, lehet látni, hogy Donald Trumpnak a gyerekei, hogy vannak iskolázott, hol vannak iskolázva, mennyire kiállnak az apja mellett, mindig bennek vele, mindig felszólalnak a tévében, napra pontosan. Joe Biden a gyerekei mit csinálnak? Ha? Mit csinálnak Joe Biden a gyerekei? Na, érdemes megtekinteni. És akkor most nem akarok párhuzamot, párhuzamot húzni a, a Magyar Péterrel szemben, hogy Magyar Péter mekkora baromságokat és ökörségeket mond, és Magyar Péter az... Mondom, bocsánat, ne haragudjatok, belekevertem egy is magyar politikát. Aki nem látja, hogy Magyar Péter miről szól, annak nem tudok mást mondani, csak az, hogy tényleg, tényleg üljön le, és gondolkozon el azon, hogy mennyire hülyének van nézve. Komolyan mondom, tehát ilyen egyszerű. Jó, usás visszatérünk. Ki még arra, amikor azt mondtam, hogy a, hogy a, a hát Hillary Clinton is, meg ugye bár itt azért... Ö, ö, <laughs> várjál, idehozom a bögrémet, várjál, figyelj, figyelj várjál, mert érdemes megnézni, várjál. Jó, Istenem! Na, azt mondja, hogy ö, csak kijöntöttem belőle a ízét. tehát amikor volt a bögrém, ugyebár, ismeritek. Na, emlékszetek rá, amikor Oroszország tehetett mindenről, ami az Egyesült Államokban történt. A, még talán a Black Lives matter nem fogták rá az Egyesült Államokban, de minden mást. Ha szar volt az időjárás, ha, ha felmet az üzemanyagá, mindenért az oroszok voltak a felelősek és Putin, de ez most már Körülbelül 10 éve így van, ez egy kiélezik, belerakják az emberek agyába a kis izét, a kis szidet, és akkor, és akkor elrejtik, és akkor minden. Na, most nem fogjátok elhinni, annyira szarul áll Biden, hogy már a CNN, a CBC News, hát most már a Google is látjuk, hogy most már nem fehér képernyő van sok helyen a Google-on, hogy a Google is adja a híreket, amiket te pont akarsz nézni. <laughs> pont azok ott a híreket adja, amiket pont akarsz nézni. Milyen érdekes, mert a Google idáig azért volt jobb, mint a Yahoo, mert ugyebár bár a Yahoo az teli volt mindenféle információ, nem lehetett áttekinteni, mondjuk a startlap.hu, meg ilyenek. Na most a Google idáig fehér volt, tök egyszerűen beírtad, hogy mit akarsz, és kész. Na most már a, Google sem így működik, hanem a Google is most már nagyon sok helyen, nem tudom, hogy nálatok Magyarországon így van-e, de most már nagyon sok helyen ő megsúlja, hogy mik a hírek nektek. Csak hogy tudjátok, véletlenül pont azokat a híreket lássátok, amiket ő volt nektek. Tehát a, 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 a a Google, az NPR, a Time, a Time magazine, akkor a ABC News, hát a Facebookról ne is beszéljünk, MSNBC, ó! Oh! Hogy hívják Rachel-met, Rachel vagy hogy az istenbe hívják azt a műsorvezetőnőt, aki megmondta, hogy azért volt hideg Dordakotában, mert az orosok, oroszok csinálták. Na, és a TikTokot azért akarják betiltani, mert ugye bár a kínaiak azok most nem azon az oldalon állnak, ami az oldalon az usa jelenlegi politikai oldala áll, és hogyha be tudják a, a TikTokot tiltani, akkor az emberek végben visszamennek ezekbe a régi platformokra, mint Facebook, meg Instagram, meg YouTube, meg tudom én, Google, meg, meg ilyesmi, és akkor az történik, hogy megint meg lehet az embereknek mondani, hogy tulajdonképpen mi az igazság, tudod? Na, annyira szarul a liberális Joe Biden demokrata globális marxista oldal, hogy mit ad Isten? Hát megmondták, hogy az oroszok fognak arról tehetni, hogyha elvesztik a választást. De már annyira az emberek Donald Trumposak, hogy már New Yorkban is, uh, New Yorkban is uh, 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 az emberek már kimennek és fölveszik a piros sapkát, és Donald Trump, és Donald Trump, és Donald Trump. Sőt, képzeljétek elő a TikTokon, fizetett TikTok, hát emlékszetek a fact checkersre a, a, a Facebookon, akik megmondták, hogy te mit tehetsz ki, meg mit nem, pár évvel ezelőtt, meg hogy csak öt embernek tudjon mego megosztani az információt, meg most már az Európai Uniós bizottság, meg az Európai Uniós vezetők is arról beszélnek, hogy az embereknek hogy lehet befolyásolni a véleményét. Na, voltak ezek a fact checkerszök, rá? emlékszetek rá is? Elmondtam egy videm hogy hogy lehet őket letiltani. Na, ezek a fact ezek például ö, megmondták, hogy te mit ki? Mi valós információ, mi nem valós információ. És ugye tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy megmondták azt, hogy hát az orvosok, amikor megmondták mondjuk, hogy melyik oltás, meg koronavírus, meg ez, az orvosok mondtak valamit, aztán utána mondtak a, <laughs> aztán mondtak a, a megmondó emberek valamit, Bill Gates, meg Greta, ezek ilyen nagy végzettséggel rendelkező emberek, és én sem vagyok az, én is megmondó ember vagyok, csak azzal a különbsége, hogy én az Egyesült Államokban naponta látom a híreket, naponta utána megyek a híreknek, fizetek azokért a hírekért, amik tényleg igazat mondanak, és visszanézem évekkel ezelőtt, mit mondtak, és bejöttek. Üh, viszont egyszer a Bill Grace azt mondja, hogy hú, kell az oltás, egyszer azt mondja, hogy nem kell az oltás. Egyszer ez, egyszer az. De érdekes módon azzal nem jön elő, hogy te figyelj, el akarom majd mondani, hogy az Epsteinnek a szigetén mit csináltam. Abban érdekes módon nem jön elő, pedig milyen sokan megnéznék, nem? Na, hát a Grétának is most már megértek a hormonjai, izé, tehát megjött a leányzónak ugyebár a, a, a nőiessége, hopp, 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 egyből máshogy kezdett el gondolkodni, úgyhogy most már a Grétát sem lehet nagyon oda tenni, mert nem ez az aranyos kislány lett, hanem most már megjöttek a hormonok, megjött az, hogy most már ellentmondó dolgoknak, és most már láthatjuk azt, hogy Gréta is kicsit másféleképpen gondolkodik, nem ez a legfontosabb számára, és amikor mondtam én azt, hogy egyszer amikor majd itt a, a hormonok be fognak érni, meg már rájön arra a kislány, hogy akkor tulajdonképpen ő meg lehet mind a szülei által, mind politikai befolyásoltság által, akkor majd pont bele fog ebbe szarni. Na, ugyanez lesz, csak mondjuk ott még ott soha büdös érde fogna fognak megjönni a hormonok George Sorosnak a fiánál, mert ott másféle hormonok jöttek meg, a <laughs> homoszexuális hormonok. Jaj, bazzal, mekkora hülye vagyok, komolyan mondom, néha faszom lehet, nem is kéne ezt a kibaszott Youtube-ot csinálni. Na mindegy, szóval. Na és akkor a lényeg az az, hogy, hogy ezek a nagy megmondó emberek, ezek szépen elsüllyednek, mert vissza kell nézni a Youtube-ot, hogy mit mondtak, és amikor négy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy az Egyesült Államoknak a választását próbálják befolyásolni, akkor biztos, hogy nem. Amikor 2016-ban arról beszéltek az emberek, hogy azt mondta valaki 2016-ban, amikor Hillary Clinton és Donald Trump ment a választáson egymás ellen, hogy ú, befolyásolták a választást, akkor Hillary Clinton egyből mondta, hogy igen, a választást befolyásolták, hát ez el lett csalva, és meg kell változtatni a rendszert, mindent is meg kell változtatni. Na, akkor a magyar emberek még olyan hülyék voltak az Egyesült Államok politikájához, hogy nem tudták eldönteni, hogyha ment egy hír, hogy ez most lepke vagy elefánt. Finjuk nem volt az egészről. És a magyar öm, újságírók ezen nem nagyon segítettek, sőt, annyira nem segítettek, meg annyira hülyeségeket mondtak Magyarországon, elnézést tisztelt a kivételnek, de nem volt kivétel, hogy az emberek azon még csak tapsoltak, amikor Joe Biden lett az elnök, amikor már a legelején mondtuk, hogy ez, ez nagyon rossz irányba fog menni. Na, szóval mindent az oroszokra fognak, és már előre rá akarják fogni az oroszokra azt, hogy igenis, már pedig hogyha ki fog kapni a globalista oldal, akkor ez, ez az oroszoknak a műve. Tudjátok, milyen kibaszott nehéz lehet az, hogy az emberek elvárnak valamit, és neked be kell bizonyítani, hogy az emberek rossz dolgot várnak el. Az emberek azt várják el, hogy, hogy Joe Biden, vagy éppenséggel, aki most ott van abban a jelmezben, vagy éppenséggel ő, és már ezt előre, ezt előre elmondtam, hogy Joe biden azért nem akarják egészségesen mutatni a képernyők előtt, mert ha valami nagy dolog van, rá lehet fogni, és akkor el lehet hasaltatni a palit. Nem véletlen az, hogy nem titkolják el. Tehát, hogyha, hogyha elképesztő mennyiségű dolgot meg lehet csinálni a világban. Tehát már látjuk azt, hogy van ez a, ez a deep face, hogy megváltoztatják az arcodat, meg a hangodat is oda teszik, és, és, és akkor simán meg tudnák csinálni, hogy Joe Biden-t előadják úgy, hogy ő egészséges, és mindent jól tud, nem? Joe biden direkt tartják a, a képernyők előtt így, és direkt próbálja kimosni a baloldali média, és direkt csinálja ezt. Mert, hogyha valami gáz van a palacintában, ha valami kakkanás bekerül a Nutella helyett a palacsintába, akkor az emberek ezt meg fogják előbb-utóbb ízlelni, és akkor rá lehet azt mondani, hogy Oj, Joe Biden az most szarul lett, és most nem tudja ezt megcsinálni, utolsó pillanatban még ki lehet cserélni az elők előtti pozícióba, vagy akár bármi. Tehát, hogyha kicserélik utolsó pillanatban az elnök előtti pozíciót mondjuk Obamánéra, akkor erre azt szoktam, hogy a Hillary clinton még mindig van lehetősége, hogy ő lesz az első női elnök, mert ö, hát Obamánénak lehetséges, hogy három lába van. Na, és akkor, és hogyha ha, ha ha ezek az emberek, akik ott dolgoznak a Joe Biden oldalán, és megvan nekik mondva, hogy az meg, tartsátok a csávot csak épp, hogy a médiában is életben, de nem tud elmenni ugyebár kampányolni, mennyire szar lehet az, hogy neked be kell bizonyítanod kb. a fél Egyesült Államoknak, hogy Joe Biden azért nem megy kampányolni, mert ő nagyon jól csinálja a dolgát. Tehát ez egy ellentmond. Tehát ez ellentmondás. Nem irigylek, mondom, nem irigylek egy pár embert, Kö többek között ezeket az embereket sem, de amikor mondtam azt, egy évvel ezelőtt mondhattam, hogy négy embernek a helyében lennék, az első, az Netanyahu, mert Netanyahut azt mindenhonnan támadják. Nem mondom, hogy jó ember, csak az Egyesült Államok, az most olyan káoszt csinál, ugyebár Izraelben, amilyet csak látunk. És most itt a nagy megmondó emberek, a Mandinert gyűlés, és a nagy megmondó emberek megmondták, hogy miért van ez az izraeli, palesztin káosz. És amikor megkérdeztem tőlük, hogy hát várjatok, mert négy évvel ezelőtt ezek kezet fogtak, amikor Donald Trump volt az elnök, ez nem tudom, ez csak nekem tűnt fel. És, és, akkor megmagyarázták, hogy az nem úgy van. Majd másnap bemegy az ember a tévébe, és elmondja azt, amit én mondok neki. Óriási bazd meg óriási. Na, jó, szóval, Joe Biden exekere nagyon-nagyon szarulál, hihetetlen szarulál, valamit kell csinálni, nagyon közel vannak a választások, az ukrán háború az nem úgy sül el, ahogy akarják. Ukrajna ebből győztesként kijönni, nem fog tudni, ha csak nem az oroszok, azt nem akarják. Valamilyen oknál fogva. Nem tudom, lehet, hogy van egy másik forgatókönyv, de annyira szarulálnak az oroszok, és mondom, nekem van egy olyan meglátásom, hogy amit már nagyon sokszor hangoztattam és ezt is elmondtam a Mandira, csávó, egy, egy mindegy, hagyjuk is, ne is megyünk bele, az meg, komolyan mondom, akkor a hülyek néznek titeket azért, mert valakinek van egy neve. És itt a másik, várjál, a másik. Most tényleg utáljatok meg, el is mondom a véleményet bazmeg, meg, utáljatok meg, kit érdekel, hát szarok rá, úgy is ebből pénzt. Alaudit saját magamnak fogom megcsinálni ezeket, a, ezeket az előadásokat. Nem megyek máshoz el, mert legyújják a benzinpénzemet, átvernek, nem. Na, szóval, el is mondom, nem is Figyeltek, itt van ez a császár előtt. Tényleg, az, hogy az akkori csajomnak udvarolt, úgyhogy neki volt csaja, az egy dolog. Mondjuk azt, oké, okay, azt még el is nézem. Az, hogy 1998, nem tudom, decemberében volt ugyebár császár elődnek ez, a, ez az ügye, amikor bekábítószerezve szerezve állítólag, ugyebár euh, halálos közúti balestet okozott, rendőrök hartak meg ebben a dologban. Majd utána kimegy külföldre az ember, nem kap börtönbüntetést. Te, te, te kap börtönbüntetést. Te kap rá börtönbüntetést, légy nyugodt. De azért, mert neki az apukája, vagy valaki ilyen dolgozott, ugye bár olyan helyen, ő nem kap börtönbüntetést. Ki megy külföldre, ki van külföldön, tudom én, húsz évet, most már mondtam valamit, mit tudom én, mit tudom én. Ja, húsz évet körülbelül, majd már úgy elül minden ügy, és akkor jön be a médiában, és visszatér Magyarországra. Srácok, mindenkinek van múltja. Persze, valaki megfizeti az árat, valaki nem. De aki nem fizeti meg az árat, az ugyanaz szarházi büdös görény, takonyba fűdő ö, 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 szemétláda marad az én szememben. Az én szememben. Nem kell az én szememben, ö, mint akkor volt, amikor elkövette ezt a dolgot. Mert 98 van, jó, oké, okay, neki van pénze, legyen egy sárga BMW-je, aláírom. Én nekem akkor biciklim volt, érdekes módon, vagy még az nem sem, talán. De lehet, hogy talán volt egy egyes golfom, már csak. Talán volt egy egyes golfom, oh, van a kép, mindegy, igen, szerintem akkor már volt egy egyes golf, fehér egyes golfom. De az, hogy én akkor voltak diszkobalestek, meg ilyen, ez az ember a szórakoztatóiparban dolgozik. Ő nagyon jól tudni kellett egy ilyen embernek, hogy ő példaképe a gyerekeknek. És akkor kábítószeresen neki megy valakinek, meghal valaki, és még büntetése kap. És most visszatér Magyarországra. Na mindegy, ez az én véleményem. Tehát ez nem az, hogy én most rosszat akarok róla mondani, ez az én véleményem. Tehát ö, biztos, hogy jó zenét csinál, meg ö, biztos, hogy. De azért ne felejtsük már ezt el. Jó, menjünk tovább a politikába, mert az a biztos, aztán lehet, hogy ez a videó lesz már tiltva. Menjünk tovább a politikával. Tehát mi történik? Megpróbálják virtuálisan megcsinálni azt, hogy Joe Biden az interneten virtuálisan adja a, 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 a beszédeit. Na, amikor a Fehér Háznál beavatták Joe Biden-t, azt mondták, hogy nagyon kevesen voltak, azért volt nagyon kevesen, mert koronavírus. Igen, mondom nektek, hogy az usa a fele leszarta a koronavírust. Tudod, a koronavírus, mert azt mondták, hogy nem tudunk megélni. Meg a koronavírust, ha meg kell dögleni, megdöglünk. Ezt mondták az usa a fele, vagy mit tudom én, nem a fele, de a negyede. Öm, meg rajta. Érdekes módon a Floridába a a, 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 punci bárok azok nyitva voltak. Meg a kaszinok azok nyitva voltak. Persze, azok nyitva voltak. De az összes többi hely az mondjuk bezárt egy-két-három vagy öt napra. De és akkor rájöttek ezek a nagy cégek, hogy te várjál már egy kicsit, figyelj már ide, hát jó, jó, oké, koronavírus van, de mi nem tudunk megélni, ez biznisz. Hát az usa minden pénzről szól, srácok, minden pénzről szól az usa nem másról. Azért, mert itt van egy koronavírus, hát akkor bocs. Akkor van a koronavírus, éjjel, ez olyan, hogy... Na, és most csak már ezt a virtuálisan eladott beszédet már az emberek nem eszik meg, előre meg van írva Joe Bidennek is, Annyi esze volt különben 2020-ban szegény Joe Bidennek, meg, <laughs> meg a körülötte levő, hú ezek a liberális, globalista, demokrata emberek, ezek mindig aztán akkora baromságokat tudnak csinálni, most mondani az egy dolog, de csinálni. ahol ez a nagyon ökör leveszi a, a képet a falról, így, Joe Biden, megmutatja a kamerának, ami előtt üveg van 2020-ban, és visszatükröződik, hogy két ilyen, ilyen monitor van, amin ő olvassa, hogy mit kell mondani. 24 órával előtte mondta el, hogy ő nem olvas semmit. <laughs> Na ennyire nézzek titeket, hülyének. Na, és akkor most megmondják, csak már nem lehet eladni a vírusosdit, ugye bár nem lehet eladni a vírusosdit, mert láttuk azt, hogy volt vírus, a vírus az most, mit tudom én, aztán jött a háború, akkor a vírusnak vége lett kedden, akkor keddig minden bemondó izén mazba volt, meg a forba egyes vezetők a, a Louis Hamilton, vagy hogy hívják, nem akarok neveket mondani, mert nehogy ő is megsértődjön, ő elmondta, hogy azonnal be kell oltatni magat, és azonnal maszk, és azonnal, 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 és a tagadók azok dögöljenek meg, meg kapjanak pofot, Bajka is elmondta, meg a rádió egyen is a kedvencem, a Balázs is elmondta, most már politikai szakértőket hívnak be a rádió egybe bazzek, olyan hülyének néznek titeket, hogy ezt egyszer vissza fogjátok nézni tíz év múlva. Tudod, mi lesz ez? Elmondom neked, mi lesz ez. Régen volt ez a, tudjátok, ez a, ez a show, amikor ez a prank, amikor az emberek csináltak valami hülyeséget, és beküldték a showba, hogy mekkora baromságokat csináltak. Lehet, hogy rólam is lesz ilyen. És tíz év múlva sírva fogtok röhögni, bazd meg, sírva fogtok röhögni azon, hogy mit nyaltunk be. Síra fogtok rajta röhögni. Na, szóval, és akkor most megpróbálják azt eladni, hogy hát, hogy Joe Bidennek most virtuálisan kell csinálni a beszédét. Hát mert nem tud kiállni emberek elé, nem tud elmenni. Tehát egyszerre, tehát egyszerre Joe Biden-t életben is tartani, meg bebizonyítani, hogy ő jó is, meg közben szarul is van egészségügyileg, de nem kitenni a közvélemény elé, de közben meg kéne gyerni a választást, de ha valami világháborús dolog lesz, akkor minden Joe Biden-re rá kell fogni. Tehát azért ennyi mindent egybe, egy kalapba nem lehet az emberekkel elhitetni. Na és itt jön az, hogy ugrálnak naponta ugrálnak a dolgok. A Joe Biden tök jól van. Úgy Joe Biden nincs jól. Úgy Joe Biden nagyon jól van, de mi se tud emberek velé kiállni. Na. Elértünk abba a stádiumban, hogy amikor 2010 Ötben elkezdtem kérni, hogy a káosz az jön, akkor most jön a ha-hot-a káosz. Amikor már azon fogsz röhögni, hogy mekkora baromnak néznek, vagy figyeld meg, hogy már a koronavírus nem lehet eladni, meg már a vírus nem lehet eladni, most, most már úgy nagyon közel vannak már, aztán nem lehet eladni a vírust, nem lehet eladni a ukrán propagandát, most már a palesztín izraeli propagandát sem annyira lehet eladni, az iráni propagandát meg már végképpen lehet eladni, száz ezer sebből vérzik a globalista marxista oldal, már a kutya sem hiszi el azt, hogy Donát Trumpot le kell egy 26 évvel ezelőtti ügyért, vagy mit tudom, egy 10 évvel ezelőtti ügyért. Kiderült az, hogy 19 halott ember szavazott. Kiderült az, hogy befolyásolták a, 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 a választást. Úgy néz ki az USA-ban. Kiderült az, hogy Joe Bidennek annyi esélye van az elnökválasztási mi mint trójai falónak az Epson Erdin. Tehát Joe Biden nem egy pisztráng, hogy szembe tud úszni ugyebár a izével, az, az árral, meg a vízeséssel. Tehát innentől kezdve láthatjuk azt, hogy Joe Biden ebben a formában el fog hasalni. Tehát ez, nem, 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 nem ha Joe Biden nem hasal el, akkor az meg te is mehetsz elnök az Egyesült Államokban, úgyhogy nem ott születtél, mert mondjuk Obama is elindult, állítólag Kenyában született, de attól függetlenül elindult. Minden lehetséges az usa -ban. minden lehetséges srácok. Tehát nehogy azt itt, hogy nem minden lehetséges usa -ban. te bármi, bármikor lehetsz. És most van ez a, ez a hogy ezeket a nagy, nagy gazdag, meg nagy, nagyvilági embereket, ugye bár a hollywoodiakat kikövetik, meg blokkolják. Most ez egy új trend, és nagyon jól csinálják az emberek. Ezek a hollywoodi teliszardzok, és semmi más nem csinálnak, csak azt csinálják, hogy pénz, 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 te meg adjál még pénzt azoknak, akik rászorulnak. De ezek a hollywoodiak, ezek meg óriási pénzgyűjtés, és 75 ezer forint egy belépő egy helyre, meg hogy én mekkora elit vagyok, mert minden az emberek, a világon az emberek 99, egész, mit tudom én, 60 a az normális munkából él. Ezek meg ott rázzák a szart, és uh, szp szponzorálják a izét a Lady Gaga. Beül Joe Biden belé, és elmondja, hogy izé, hogy uh, Joe Biden kell szavazni. <laughs> az a texasi ember, aki nem veszi be a Cybertruckot, mert rájön, hogy egy használhatatlan szar, viszont kurva jól néz ki a kocsi, uh, az pontosan tudja azt, hogy Joe biden le szavazni öngyilkosság. És semmi értelme. Visszatérve a Cybertruckra például, vagy a Teslákra, vagy bármilyen elektromos autókra. Valamelyik jól néz ki, gyorsan megy, etc. etc. értelmetlen. Ott van a Cybertruck, hallod, ezek a, ezek a munkás emberek soha büdös érde nem fognak beülni elektromos autóba dolgozni, vagy ha beülnek, akkor eladják három hónap után. Ezek utána köt, kötik a ha izé a, a a, 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 a kocsit utána kötik a izének, a, a, a cyber felakasztják a vonohoroggal, azt elhúzzák. Azt. addig fogják nyomni a gázpedált, amíg megy. Mert ugye már tudom, mit csinálnak ezek a izék, ezek a munkás emberek? Ezek megállnak a izé, a résztrek benzinkútnál, vagy a ö, pilotnál, vagy éppenséggel a mit tudom én melyik benzinkútnál, a 7 -ben levennél, megállnak, járva hagyják a motort, kiszállnak abból a kocsiból nyolcan, mert izé, mert extended a pickup csak kiszálljak nyolcan, bemennek, megveszik a rohadt hoddogot reggel, a kávét csipás szemmel, szaros cipővel, szó szerint. Mert erről szól az Egyesült Államoknak nagyon sok része. Nem arról szól, hogy te izé New Yorkban látod, hogy mekkora királyság van, meg Los Angelesben. Nem arról szól, az egy hazugság. Ezek az emberek munkás emberek, bemennek, megveszik a a, 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 hoddogot, meg megveszik a kávét, meg megveszik a csokoládét, jár addig a motorja annak a szaros kocsinak, esetleg tankolnak bele, utána van kötve, most mondok egy számot, utána lehetne kötni, most mondok egy számot, 5000 pandot, és utána van kötve 15 ezer pand, leszarják, soha büdös érdes szájber, csak ezt nem fogja tudni elhúzni hosszú távon, ide is elektromos, bármennyi is védi a környezetet, tudod, mint mondja az ember? Leszarja, Tudod, hogy leszarja, még egyszer ismétem, leszarja, hogy milyen szájbertrap, meg milyen elektromos, mert az neki a lényeg, hogy a sarki ö, 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 benzinkút mögött levő szerelő, akinek 8 általánosa sincs, az is meg tudja szerelni a kocsit, meg megyen bele egy motor, ha tönkre meg bedugja a kulcsot, elfordítja, és menjen. Nem megnyomja, nem, ez nem érdekli őt. Eljusson A-ból B-be. Levegye a szerszámát, amiben beletankolja az üzemanyagot, berántja és működjön. Mert így működik az Egyesült Államok. Nem úgy működik az Egyesült Államok, hogy a tévében látsz, hogy a sztárok lejönnek és ott pózolnak a színpadon. Az egy nagy hazugság. Az egész Instagram egy nagy hazugság. Meg arról nem is beszélek, hogy a fiataloknak, a, 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 amit előad az az egész internet egy kibaszott nagy hazugság. Na, szóval Joe Biden is egy nagy hazugság. És általában most már elmondom neked, hogy a magyar hírközlés is egy nagy hazugság. Nem erről szól a világ. Stormy Daniels, folytassuk vele, ugyebár Donald Trump ellen felépett, mint, 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 mint hogy hívják ezt? Witness, mindegy, úgy. A bíróságon, tanú, tanú fellépett a bíróságon, és hát ő elmondta, hogy, hogy miféleképpen történtek a dolgok. Na, Stormy de ezt érdemes beütni a Youtube-ba, hogy mivel foglalkozik a hölgy. <laughs> Minden amivel nem kell dolgozni, és pénzt lehet csinálni. Ö, és nem mondom, a, a pornó az, a pornóipar az könnyű ipar, mert nem mondom azt, nem voltam benne. Bár érdekes, hogy irányítottam egy éttermet, az bejött egy ilyen asztal leszedő aztán mondta, hogy ő ezt meg ezt szeretné dolgozni, és szeretne felszolgáló lenni, meg minden. És akkor egyszer azt mondta, hogy nem tud jönni hétvégén dolgozni, mert hogy ő neki a másik kell dolgozni, mert ott sok pénzt keres. De mondom, hétvégén itt lehet a legtöbb pénzt keresni. Mondom, hát hogy mit dolgozol? Hát ő pornoiparban dolgozik. Na, azóta ennek a srácnak saját pornóadója lett, különben Télornak hívják a, a srácot. Pár hónapja üzentünk is egymásnak, hogy mi hogy. De ott Miami beach en amikor ott ö, éltem, akkor. Ö, a 1320 Ocean Drive-ba rendszeresen, nem, nem, az nem a 1320 Ocean Drive-ba volt, hanem az a 007 Beach Coffee, az volt a neve, Meg kell az interneten nem tudom pontosan, hogy melyik utcánál volt, azt hiszem a 8-as utca és az Ocean Drive sarkán volt, Egyébként egy egy szállodának az aljában, itt ez mindig a szállodák aljában vannak ott az éttermek, nagyon érdekes dolgok tudnak ott lenni. Na, oda rendszeresen bejött a Bank bros a a, 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 tulajdonos nője, mert az egy nőjé, illetve most már azt hiszem egy pári, tehát most már a paliájé, meg a meg, meg ővé, és ott csinálták a, 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 a megnéző kasztingot. Nem, a, nem, azt a kasztingot, hanem a megnéző kasztingot, ugyebár, hogy kik az, akik ott felírják, összeírták, hogy mi meg hogy. És, és nekem is többször mondták, hogy szerepeljek pornófilmbe velük, de nem, nem, nem leges volt a válasz. És most az interneten nagyon sok hirdetés megy, még erre fel akarom hívni a figyelmet, hogy oh, gyere az usa dolgozni, és Amerikába filmforgatásra keresnek embereket, és beszoktak dobni egy ilyen nagy filmnek, ami most jön, mit tudom a harmadik vagy negyedik része. Például a, a, a Bad Boys cívű filmnek most kijött ugyebár az új előadása, vagy az új új része. Na, ezelőtt is volt ilyen, gyere a Bad boys -ba szerepelni, meg minden. Tudjátok, miről szól ez? Az arról szól, hogy összeírják a neveteket, meg mindent is és zoom beszélgetésbe an tudtok beszélgetni képernyővel, és soha, hogy milyen neki, milyen jól néz ki, mindenki híres színésznő lesz, meg színész. Tízerből egy az, aki talán befut, erről is tudnék beszélni órákat, mert van Los Angelesbe ismerősöm, aki, aki oda költözött, és elmondta, hogy ez hogy működik. Na, és és akkor az a lényege az egésznek, hogy az emberek ugye bár a hú, amerikai munka és az USA mindent elítézek minden, igen, nem csak fizessébe havonta 19 dollárt. És hogyha 100 embert be tudnak hűíteni, az akkor rögtön 19 dollárszor 100, 1900 dollárt leúztak az emberekről, hónapokon keresztül, és akkor a végén azt mondják, ja persze, most az új filmbe, meg az új filmbe, meg gyere, meg kell csinálni most egy fényképalbumot, és akkor lesz. Ez ugyanúgy így Magyarországon is vannak ilyenek, hogy hozd el a gyerekedet, és akkor majd filmszínésznőt csinálunk belőle, meg akkor ezt és te elviszed a, mint a szülőt elviszed a gyerekedet, aztán lehúzgálnak 500, meg 800, meg 1000 euróra, és akkor a nap végén kibasztál egy rakás pénzt, a gyerek meg azt hiszi, hogy oh, ő most már belőle színész lesz, és izé lesz, és teszi magát jobbra-balra, félre van vezetve a szülei által, mert ők vitték el erre a kasztingra, és a gyerek azt mondja, hogy ú, nekem oda vissza kell mennem, és a gyerek utána már húzza a szülőknek az agyát, hogy ú, nekem vissza kell mennem a kasztingra, mert én már híres színész leszek, ez van az agyába, különben hiszti van otthon, te meg fizeted ki az 500, meg 600, meg 800 eurókat hónaponta egy ö, olyan helynek, akiben maximum majd arra, hogy a TV2-be, vagy mit RTL Klub, vagy tök mindegy melyikbe, berakják a háttérbe majd tapsolónak, és majd egy 10 év múlva, vagy 15 év múlva szerepel egy 10 évbe egy megtörgettem a szerencse kereket, és akkor válaszolhatok valamire, és akkor de nagy sztár lesz. Te meg addig a elbasztál rá, mit tudom én, 8000 eurót, mert jó megszívattak. Jó, lépjünk tovább. Tehát, euh, de ez a, ez a hölgyemény, ez igazából mindenből él, nem kell dolgozni. Jó, e, pornóiparban lehet, hogy magát egy picikét, de azon kívül minden. Tehát ő már, ő már ghost hunter, tehát a, a szellemeket néz a házakba, meg ilyenek. Meg, meg mit tudom én még mivel foglalkozik. Tehát e lehet látni, hogyha egy embernek megnéznek így azért a hátterét, meg ilyesmit, egy ilyen hírnak betarulnak. Hát ez egy kis be, befolyásolható. Minden megtesznek annak érdekében, hogy Donald Trump ne jusson el az elnökválasztásig. És akkor innen jön az, hogy nem csak a média írlatlanul korrupt, nem csak ezek a rádió és tévé adók korruptak, és ezt már előtt csináltam egy videót régebben, hogy mennyire hülyének néznek ezzel, hanem a bíróság is korrupt, sőt, azokat a 12 embert, az a 12 embert, aki majd megmondja, hogy Donald Trump bűnös vagy sem, azokat is befolyásolni akarják, mert ez arról szól, hogy rossz színbeállítsák be, ugyebár Donald Trumpot, és ilyenkor nem a bíró hozza, ugyebár a... Mondja meg, hogy ki bűnös vagy ki nem, hanem az esküdtszék. Az esküdtszékben pedig ezeket az embereket meg kell mosni agyilag, és akkor majd azt mondják, hogy jó ez egy nem jó ember. Tehát lehet hogy, a, lehet, hogy magához az egész ügyhöz semmi köze nincsen, csak hogy nem jó ember, ezt el kell ítélni. Na, befolyásolhatók az emberek, befolyásolható vagy te is, befolyásolható vagyok én is, mindenki befolyásolható. Vagy pénzzel, vagy ezzel, vagy azzal. Láthatjuk, hogy az emberek a médiában már, médiának már nem hisznek. Nem hisznek. Tehát, hogyha megnézed az elmúlt négy évben, mi történt. Mindenben is hazudtak, és amikor meg kijöttek azok a dolgok, hogy mik az igazak, akkor meg vagy próbálták elköldösíteni, vagy ilyen picibe kiírni, vagy ó, például én egyszer nem láttam olyan hírt, a Donald Trumpnak, ja, hát már nincs az az ügy. A, 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 liberális oldalon, a, a, a izéktől, a, ezeken, ezeken az adókon. Nem láttam egyetlen egyszer sem azt, hogy azt mondják, hogy ja, hát Donald Trump ugye lezárult, és nem volt bűnös. Soha nincs ilyen. Viszont amikor Donald Trump sztéket eszik, akkor azt mondják, hogy miért nem kecsőpe leszi, amikor kecsőpe leszik, azt mondják, hogy miért kecsőpe leszi. Tehát az média egy hahóta lett, és az emberek már nem kíváncsiak rá, már nem is nézik a médiát. Sőt, vannak ilyen régebbi arcok, akik most előtűntek, és ők politikával foglalkoznak. Ideig nem azzal foglalkoztak, nem politikával, teljesen mással foglalkoztak, és előjöttek. Na, ezek az emberek, hogyha elkezdik osztani az észt, és baromságot mondanak, akkor ketté is fog törni a karrierjük, mert nem csak az, hogy eltűntek ugyebár a médiából, és már az emberek nem nézték annyira, hanem most előjöttek, Érdeklődő nagyon, fú, nagyon nagy érdeklődés minden, és elkezdtek baromságokat mondani, és akkor ezek a baromságok kiderülnek, ezek tehetésbe fogja törni a karrierüket. Két embert én azért ki akarok itt emelni, csak minél is lesz tiltva ez a videó szerintem. Az egyik az a Friderikus Sándor, sőt, többet is ki akarok emelni, miért csak kettőt emeljünk ki, mondjuk el akkor már. Friderikus Sándor, Geszti Péter és Frey Tamás. Amilyen nagy, és ezekre az embereken nőttem fölén is, amilyen nagy tisztelettel áldottam őket, és volt még itt, és külföldiekből is tudnék egy párat mondani, annyira jöttem rá, hogy ezek az emberek vagy maguktól ilyen hülyék, vagy külön órákat vesznek, és elnézést, tehát mondom, nem kell nézni az adómat, Tehát, hogy egy ember nézni, az is, az is jó. Ha letiltjátok, az meg még jobb, mert akkor uh, utána nem fogom csinálni, mert akkor még kevesebb ember nézi. Hogyha valaki a kedvence ez, nekem is a Repülőkön nőttem fő srácok. Ezt énekeltem, mint a hülye gyerek, jöttem haza az iskolából hátizsákkal. De Friderikuszt néztem, atya úristen Friderikus, mikről beszél meg ilyen. Aztán ugyebár Frei Tamásnak a könyvei Úristen, de jó voltak, és elolvastam és Atya Úristen. Csak kérdés az az, hogy mi volt igaz belőle, meg mi nem. De ez a múlt. Tehát ez, ez egyszer megtörtént, ebbe hittünk, vagy nem hittünk, ez egy dolog, ez megnevelt minket. Ez oké, okay, ez jó, vagy rossz, jó irányba vitt minket, akkor Akkor ez eladható volt nekünk, akkor érdekeltek ezek a dolgok. Akkor egy idézőjelben, egy bezárt társadalomban mi hittünk ezekben, és ez kellett is, hogy felnőjünk. Ez, ez kellett hozzá. Ez, ez, <coughs> Ilyen emberek nélkül mi nem mentünk volna ki külföldre. Ilyen emberek nélkül, akik ezt nem mondják el, mi nem indultunk volna el a saját utunkon, és nem, nem jártunk volna ki a saját utunkat, és nem jutottam volna el, mit ott a fénykép a macsupicúhoz, vagy nem jutottam volna el Puerto Ricóba, vagy nem jutottam volna el csomó helyre, mert ezek az emberek adták azt az alap löketet, és ezért hálásak is vagyunk nekik. Amik alapján elindultunk az életben, mert így láttuk azt, ők, fú, ők külföldre már járkáltak, ők elmondták a külföldi dolgokat, és ez nagyon jó dolog volt. Na de, elértünk egy olyan szintet, amikor bejött az internet, és az embereknek már kinyílt a világ. A legrosszabb esetben az ember nem beszél, mit tudom én, külföldi nyelven, és nem tudja ezeket a dolgokat meghallgatni, végignézni. De előbb-utóbb valaki, valahogy, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva ezeket az dolgokat elmondja nekik. Például, mit történnek az Egyesült Államokban? Például, mit? és akkor itt vannak ezek a, ezek a régebbi sztárok, akik mondjuk jók voltak éneklésben, jók voltak ebben, vagy abban, vagy abban, de egy idő után mindenkinek ugyebár, hát most nem azt mondom, hogy lejár az vandátuma, de általában, hogyha nem tud olyan dolgokat közölni, ami érdekli az embereket, előbb-utóbb a médiából eltűnnek. Na most, <kül> én szerintem olyan emberek, akik bizonyos dolgokban nincsenek benne, nem ott élnek. Nem tudjátok pontosan az igazságot. Vagy éppenséggel nem, ö, 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 nem ez a fő csapás iránya az ő biznisz, nem is a bizniszüknek, az ő életüknek, vagy a hobbiuknak, akkor lehet, hogy jobb, hogyha nem beszélnének róla. Vannak rádióadók, ahol az embereknek megint mossák az agyát, és ezt az előző videómban elmondtam, és akkor vannak ezek az emberek, akik régi tévések voltak, és most kiderül róluk egy jó pár dolog. Nem biztos, hogy ezeknek kell hinni. És azért vagyok mérges ezekre az emberekre egy kicsit, mert azt, tehát, ö, ha jót akarunk ezeknek az embereknek, ezek felépítették, felépítették egy imidzset. Egy imidzset, és tiszteljük őket, és látjuk, és megismerjük őket az utcán, és úristen, de miért kell lerombolni? Miért kell lerombolni ezeket az imidzseket, ö, ö, politika miatt. Miért? Nem kell, oda, nem kell beállni semmi közé, nem kell beállni semmi mögé, és nem kell elmondani azt, hogy igenis ez így van. És, ne, és nem úgy van. És ezek az emberek, most mondom, nagyon sok mérések lesznek rám, de nem baj, nem is érdekel különben, de ö, nagyon sokszor beállnak ezek az emberek, és, és beállnak a politikába, most lehet, hogy kapták a pénzt, vagy az a politikai te rendszer tette őket nagyjá. De ez elmúlt, srácok. Ez a politikai rendszer elmúlt, az a politikai rendszer jó volt, vagy nem volt jó, ezt nem tudjuk, de átéltük. Tanultunk belőle, és most már más politikai rendszer fele próbálunk elmenni. Nem kell, hogy ezek az emberek tönkretedjék magukat. Nem kell, hogy ezek az emberek a saját renoméjukat, a saját maguk által felépített dolgokat lerombolják. Nem kell. Elmegyek a frejt kávézóba, megiszom, nem iszom, tök jóba, Miami Beach kávé, vagy mit tudom én, a tök jó, tök kurva jó ötlet. Maradjon meg ezzel be. Ne járassa le magát a tévé előtt, mert amiket sokszor mondanak, meg mond, meg a Geszti Péter is, nem kell. Nem kell. Álljanak ki a politika. Nem, nem kell. Ki a politika mellől, nem kell ezt csinálni, mert lejáratják saját magukat, tönkreteszik saját magukat, és olyan emberek, akik, akik, rajtuk nőttek fel, de most már tisztán látnak, esetleg, esetleg beszélnek külföldi nyelveket, vagy kimentek külföldre, tisztán látják az eseményeket.